ez a Kölcsei Televízió állatbarát műsora, köszöntöm Önöket. Előbb képes ajánló, aztán kezdődik az állati. Már ismerkednek a külvilággal, az anyjuktól egyre távolabb merészkednek a nyíregyházi állatpark császárbajszú Tamarin ikrei. Az állatiban bemutatjuk a bajuszos apróságokat. A Viktória ház akvaterrárium rendszerében a víz alatti és a víz feletti élővilágot is lencse végre kaptuk, valamint az állatorvost a szembetegségekről kérdeztük. Már ismerkednek a külvilággal, az anyjuktól egyre távolabb merészkednek a nyíregyházi állatpark császárbajszú Tamarin ikrei. A bajuszos majmocskákat a park Viktória házában láthatja a nagy közönség. A Viktória ház a különleges állatok gyűjteménye, és az egyik legkülönlegesebb, legfurcsább külsejű állata ezeknek egy igen apró termetű majomfaj, a császárbajszú Tamarin. Ez a különleges állat a bajszáról kapta a nevét, mégpedig egy tévedés alapján, ugyanis 1907-ben egy preparátor azt a feladatot kapta, hogy egy halott egyedet készítsen ki. Mivel fogalma sem volt, hogy hogyan is néz ki élőben ez az állat, éppen ezért II. Vilmos német császárhoz hasonlóan felfelé pöndörítette annak bajszát. Később persze a tévedés kiderült, ám a majmon rajta ragadt ez a különleges elnevezés. A nyíregyházi állatparkban egy különleges tenyészpár található, egy apa, anya állat és két utóduk. Alapvetően ez a majomfaj a karmos majomfélékhez tartozik. A tamarinok és a sejemmajmok is a karmos majomfélékhez tartoznak. Ez utal arra, hogy módosult karmaik nőttek köröm helyett. Ez életmódjukra utal, ugyanis olyan apró testű állatokról van szó, hogy nem tudnak a fák törzsén megkapaszkodni, hanem a fakéreg ármányák karmaik segítségével támaszkodnak, kapaszkodnak meg, illetve ennek segítségével sértik fel a fának a törzsét, hogy azt nedvet bocsásson ki, hiszen fő táplálékuk a fanedv. A fák nedve mellett különféle fehérje utánpótlást is fogyasztanak, lárvákat, rovarokat, madártojást és fiókákat is. Itt a nyíregyházi állatparkban igazi ínyenceknek számítanak, hiszen a fő csirke mellett joghurtal tálaljuk, emellett pedig tücsköt, lisztkukacot és gyászbogárlárvát is fogyasztanak. Közép- és Dél-Amerika esőerdeiben, főleg a lombkorona szintén tartózkodnak, olyan magasra fel tudnak jutni, amelyre más főemlős nem képes, hiszen igen apró termetűek, éppen ezért nincsen táplálék konkurensük. Számtalan faja van a tamarinoknak és sejemmalmoknak, több mint 20 faj, 39 alfajjal, bár alapvetően békés természetű állatok, hogyha a területükre bekerül valaki, azt először nagyon különleges madárcsicsergésre emlékeztető hanggal jelzik, majd különleges hajukkal, vagy például ennél a fajnál bajuszuk mozgatásával jelzi teritoriumokat, hogyha azonban nem tágít az ellenfél, akkor harcra is sor kerülhet. Állatparkunkban az Európai Fajmegőrzési Program keretében érkeztek az állatok, nagyon szépen elkezdtek szaporodni nálunk, rögtön megtalálták egymást. Szükség is van az élőhelyen kívüli fajmegőrzésre, hiszen Dél-Amerika esőerdeit a mai napig írtják. Emellett az állatkereskedők is kívánt trófeáivá váltak, most is előszeretettel szeretik Nyugat-Európában tartani őket, bár ez illegális, illetve korábban a sárgaláz és malária terjesztését nekik tulajdonították, éppen ezért kíméletlenül írtották őket.
igen apró termetű majomfajról van szó, hiszen mindösszesen a farkukkal együtt 25 cm-esek és olyan 50 dekás kis állatok. Igazán különleges a szaporodási szokásuk, ugyanis csak is a vezér nőstény szaporodik a hímmel vagy hímekkel, ez pedig úgy éri el, hogy egy különleges szaganyagot bocsát ki magából, ezzel a többi nőstény ivari ciklusát meggátolja. Itt a Nyíregyházi állatparkban tavalyi esztendőben egy ikerpárral gazdagodott az állományunk. Nem ritka, hogy ikerszületés történik, jellemző erre a fajra, és az is, hogy igazán erős mamákról van szó, hiszen a kicsik testsúlya 50 grammos születésükkor, azaz az anyjuknak a testsúlyának már a 25%-át is alkothatják újszülött kortól. Éppen ezért a hímállat, és hogyha van egy nagyobb csoport, akkor a többi csapattag is segít a kicsik hurcolásában, nevelésében, gondozásában, és csak a szoptatási időszakban adják vissza a kicsiket a mamájuknak. Eleinte, mikor megszerettek az állatok, nagyon éles szemű látogatóknak kell lenni, hogy felfigyeljünk rájuk, hiszen csak két apró fejbúb látszódik az anya hátán. Később azonban, ahogy eltávolodnak a szülőpártól, egyre jobban meg lehet őket figyelni. Már születésükkor is apró bajusszal rendelkeznek, ám ahogy telik az idő, egyre kackiásabb, hosszabb bajusszal fognak rendelkezni ezek az állatok is. Az Állatpark Viktória házának akvaterrárium rendszerében a víz alatti és a víz feletti flórát és faunát is megcsodálhatja a nagy érdemű. A dél-amerikai élővilág mellett egyéb távoli tájak élőlényeinek mindennapjaiba is bepillantást nyerhet a közönség. A Nyíregyházi Állatpark Viktória házában az akvaterrárium részlegen főként az Amazonas, illetve mellékfolyóinak életközösségeit szerettük volna bemutatni, illetve hát néhány egyéb ázsiai életközösséget is. Célunk az volt, hogy sok ember nehezen köti össze, hogy például egy hal vagy egy madár nagyon hasonló területen élhet, és egy olyan bemutatót, illetve olyan bemutatókat akartunk itt összeállítani, ahol egy bemutatón belül több életközösség, akár szárazföldi, akár vízi élőlényei találkozhatnak egymással, és egyszerre tudjuk ezeket az állatokat bemutatni. Az Amazonas a világ legnagyobb folyórendszere, Dél-Amerika területének több mint 40%-át borítja. 7 millió négyzetkilométernél és nagyobb területről beszélek most. Ez azt jelenti, hogy itt több ezer állatfaj talált otthonra. Ezért is több bemutatót szenteltünk ennek a területnek. Van egy olyan Amazonas bemutatónk, ahol vitorláshalak, illetve egyéb apró lazacfélék találhatók a medencerészben. A szárazföldön, illetve a szárazföld víz határán egy krokodiltejúnak nevezett hüllőél, illetve ugyanebben a bemutatóban kapott helyet a közönséges tukán is. Ebben az Amazonas medencében több száz vitorlás halúszkál. Ez a látogatók számára is feltételezhetően ismert faj, hiszen a hobbi akvarisztikában különböző színváltozatai nagyon elterjedtek. Manapság inkább az eredeti vadszínváltozatot nehéz megtalálni, hát mi megpróbáljuk ezt a változatot bemutatni. A vitorláshalakra jellemző, hogy szaporodási időszakban párba állnak, a párok együtt védik a fészket,
Ez azt jelenti, hogy a nőstény az ikrákat egy-egy nagyobb levélre ragasztja, ott termékenyíti meg őket a hím, és utána hát az ivadékok kikeléséig ezt a levelőt ők elég komolyan őrzik. A bemutató másik különleges lakója a krokodiltejú, ez egy dél-amerikai gyíkféle. Nevét arról kapta, hogy teste az nagy mértékben hasonlít egy kajmán testére, ugyanakkor táplálkozása azért jelentősen eltérő, hiszen ő a francia gasztronómia híve, a táplálékának döntő részét puha testűek, főként csigák, illetve kagylók teszik ki. Ezeket a csigákat és kagylókat erős állkapcsával roppantja össze, majd a puha belsőt eszi csak meg, a kemény héjat azt kiköpi. Egy másik Dél-Amerika bemutatóban lisztmajmok, illetve dél-amerikai tüskésráják, valamint dél-amerikai sügérek kaptak helyet. Ez is egy érdekes párosítás, hiszen tudni kell, hogy az apró sejemmajmok azok a vízparti fákon szaladgálnak, és sokszor az általuk levert ízelt lábúak, illetve gyümölcsök jelentik a halak táplálékát is. Mint a világ legnagyobb édesvízrendszere, az Amazonas 23 édesvízi rájafajnak ad otthont, ebből itt a Nyíregyházi Állatparkban 4 fajt mutatunk be. Minden folyórendszernek, alrendszernek megvan a maga rájafaja. Ezek a rájafajok geológiailag különültek el egymástól az idők folyamán. Ugyanakkor érdekességük az, hogy ha akváriumi körülmények közt összekerülnek, akkor képesek utódot létrehozni. Dél-Amerikában a folyópartokon élő indiánok jobban félnek a tüskésrájától, mint a piránától, hiszen ezeknek az állatoknak is mérgező tüske található a faroktövükben, amivel azért elég fájdalmas szúrást képesek okozni. A medence további lakói a dél-amerikai sügérek, itt több fajt veszek egy csoportba. Érdekességük, hogy némely faj szájköltő, ez azt jelenti, hogy a nőstények az ikrákat a szájukban tartják, egészen azoknak a kikeléséig. Az akvaterrárium bemutató nem dél-amerikai tagja például egy ázsiai medence, ahol a magyar közönség számára is közismert Pangasius harcsát szeretnénk élő formában bemutatni, hiszen ezt a legtöbb látogatónk filé formájában látja csak a különböző szupermarketek polcain. A Pangasius nagy növekedési eréje miatt a dél-kelet-ázsiai országok egyik legfontosabb hústermelő állata lett az utóbbi évtizedekben. Nagyon sok helyen tenyésztik őket fogságban. Még egy különleges bemutatóval készültünk látogatóink számára. Ez egy dél-kelet-ázsiai mangrove biotópot mutat be. Itt a szárazföldi, illetve a vízi rész határán egy hidrosaurusnak nevezett vitorlásagámát nézhetnek meg a látogatók. Ez az állat egyaránt használja a vízi környezetet is, illetve a fák lombkoronáját. Alapvetően növényevő, de azért az apró ízelt lábúakat sem veti meg. A medencében további különleges fajok találhatók, hiszen tudni kell egy mangrove életközösségről, hogy ez egy nagyon változó élőhely. Egyik órában még esetleg egy folyó édesvize árasztja el a területet, de a másik órában már a tenger dagája következtében sós víz található, vagy esetleg a kettő közt akár teljesen szárazra is kerülhet egy adott terület. Így az itt élő állatoknak nagyon változó életkörülményekhez kellett alkalmazkodniuk. Így például a medencében található árgushalak egyaránt képesek édes, illetve sós vízben is megélni. Akár egyik percről a másikra képesek alkalmazkodni a különböző sótartalomhoz. Ugyanez igaz például még a medencében található jávai lövőhalakra. A jávai lövőhalak nevüket arról kapták, hogy
izmos nyelvüket a szájpadlásukhoz szorítva képesek vízsugarat kibocsájtani, és ezzel igen nagy pontossággal céloznak. Így képesek a mangrovefák levelein, illetve egyéb növények levelein mászkáló ízeltlábúakat, bogarakat lelőni, és utána ezeket fogyasztják el. A bemutató talán legérdekesebb lakója az iszapugró gép. Ezekről a halakról tudni kell, hogy nagyon sok ember első pillantásra békáknak nézi őket, hiszen a parton ugrálnak, szemük az ugyanúgy kidülled, mint a békáké, a fejük tetejére tolódott. Ennek oka az, hogy minél nagyobb területet lássanak be, így könnyebben elmeneküljenek a ragadozók elől. Az iszapugró gépek különlegessége az, hogy napjuk több mint 90%-át a szárazföldön töltik. Ez azért fontos, mert azért különleges, mert ők valójában halak, és a halak között elég kevés olyan van, aki ennyi időt képes a szárazon eltölteni. Ez úgy lehetséges, hogy kopoltyűüregükben vizet tárolnak, és ez segíti az oxigén felvételüket. Csak úgy, mint nekünk, állatainknak is egyik legfontosabb érzékszerve a szem. Szembetegségek esetén ne habozzunk időben állatorvoshoz fordulni, mert kedvencünknek is drága a szeme világa. Szemészeti problémák és a szemészeti betegségek állatokban ugyanúgy előfordulnak, mint emberekben, és hasonlóan kezeljük is őket. Tehát a szemészeti problémák ugyanúgy fájdalommal járnak, mint mozgásszervi vagy belgyógyászati egyéb problémák, kihathatnak az állat egész viselkedésére, életminőségére. Ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a legkisebb, akár kötőárgya gyulladást mutató szemeket ugyanúgy kezeljük, mint a súlyosabb szemproblémával rendelkező házi kedvenceket, kutyákat, macskákat, akár még kisebb kedvenceket is egyaránt. A szemproblémák mind fiatal, mind idősebb korban egyaránt előfordulhatnak. Fiatal kutyáknál általában olyan betegségekkel találkozunk, amelyek vagy genetikailag öröklöttek, vagy beleszületettek, tehát már a kutya hordozza a születése pillanatától kezdve. Illetve vannak egészen kis egyszerű kötőhártya gyulladások, amik megfázáshoz, allergiás tünetekhez társulhatnak. Akkor előfordul, hogy főleg ez a tavaszi-nyári időszakban idegentestek, fűszálak, bármik, akár megsértik a szemet, akár benne is vannak magában a kötőártya zsákban, és ezek okozzák a problémákat. Tehát fiatal állatoknál egy picit más a vizsgálat iránya, és más dolgok kerülnek előtérben, mint már idősebbeknél. Idősebb állatoknál nagyon sok esetben már a szemnek a belsőbb képletei érintettek, akár már egy sokkal súlyosabb formában is, mert esetleg régebb óta hordozzák a betegséget, illetve előfordulhatnak sok esetben már daganatos elváltozások, illetve az öregkorhoz tartozóan zöld hályog, szürke hályog, illetve olyan retina problémák, amik fiatalkorban nem, vagy csak már tényleg az örökletes problémákhoz társultan fordulhatnak elő, találkozhatunk a kedvenceknél. Vannak olyan szemészeti elváltozások, amelyek tipikusan jellemzőek bizonyos kutyafajtákban. Ezek közül néhányat, hogyha felsorolunk, akkor például a palotapincsiknél vagy mopszoknál előfordul, a tömpeorú brachycefál kutyusoknál, akiknek se kézszem üregük van, nagy előre dülledő szemgolyójukkal,
hogy akár balesetek kapcsán, akár már csak a stressz miatt és a szemgolyó előrébb esik az üregéből, akkor úgymond szinte kizáródik, és akkor ezt vissza kell helyezni. Időben történő visszahelyezéssel a látás is maximálisan megmenthető, tehát nem csak a szemgolyó, hanem már maga a látás is. Persze itt is előfordulhatnak szövődmények, amikor vérzés társul, vagy esetleg szemizmoknak a szakadása, olyankor mindig a gyógyulást egyedileg kell elbírálni, hogy mik a várható kilátások majd a szemmel kapcsolatosan. Akkor vannak szintén kistestű fajtákra jellemző, általában könycsatorna problémák. Ez leginkább a fehér szőrű kistestű bolonyéz, háványéz, kicsik úgyis vesztikre jellemző nagyon soktól. Itt kétfajta dolog is van, tehát egyrészt a túlzott könyvtermelés, vagy a könyvtermelés elvezetésének az akadályozottsága, illetve az azokkal való problémák, illetve ugyanennél a fajta csoportnál, vagy kistestűeknél előfordulhatok a kevesebb könyvtermelés is, amikor pedig pont azt látjuk, hogy nincsen semhogy csorgó, hanem egyszerűen a normál könyvtermelés sincs meg, és akkor egy ilyen ragacsos vastag csipázás jellemző, ami szintén a szőrökre ragad, és a szemkörnyéket szennyezi, és feketésnek, barnásnak, koszosnak mutatja. Ugyanakkor még ami típusosan fajtára jellemző boldogoknál, sárpelyeknél a szemhéjállási rendellenességek. Igazából ezekhez a csoport már nagyjából a műtétekhez tartozik, mert ezeket gyógyszeresen kezelni nem lehet, de a tüneteket lehet mérsékelni, de addig mindig visszatérnek, amíg magát a szemhéj korrekciót műtétileg el nem végezzük, illetve egyre többen kérik már, főleg a nagyon pedigré és előkelő felmenőkkel rendelkező kutyáknál a szűrővizsgálatokat. A szűrővizsgálatokhoz is tartozik akár a könnyel vezetési rendszernek a rendellenességeit mutató vizsgálat, ugyanígy a szemhéjállási rendellenességeknek a szűrése, illetve erről a mentesség kiadása vagy igazolása, de a szűrővizsgálatokhoz hozzátartozik még a szemnek a mélyebb struktúráinak a vizsgálata is. A glaukómát szoktuk nézni, a szürke hályogosodásnak a lehetőségét, vagy hogy hordozza el már, azt szoktuk nézni, illetve a szűrővizsgálatok magukba foglalják a retina problémáknak az elbírálását, a meglétének az igazolását, vagy mentességigazolás kiállítását is. A szemészeti betegek ellátása, illetve a szemészeti problémáknak a kezelése, ez mindenképpen fontos az állatok életminősége szempontjából. Egyrészt a szemproblémák hasonlóan komoly fájdalommal járhatnak, mint a testének bármely más megbetegedése, még hogyha a kutya nem is jelzi ezt olyan fokban, esetleg csak hunyorgással, fénykerüléssel jelzi, mégis komoly szúróérzést tud ez okozni. Illetve esetleg egyes szemnek a mélyebb rétegeit érintő elvetezések komoly fejfájással járhatnak. Emiatt is fontos az, hogy időben kerüljenek ellátásra, időben felismerjék a problémát. Tehát az, hogy milyen hosszú idő telik el a probléma, a keletkezés és az ellátás között, ez a látásnak a megőrzése szempontjából nagyon-nagyon fontos. Tehát sok esetben a látás az még az első egy-két napban akár maximálisan 90%-ban visszaállítható, későbbiekben már vannak olyan elváltozások, amelyek jelennek az esélye rohamosan csökken, és illetve néha előfordul az, hogy már csak arról tudunk beszélni, hogy magát a szemgolyót őrizzük meg, de már magáról a látás visszaállításáról nincsen lehetőség. Előfordulnak olyan problémák, amikor egyszerűen vizsgálattal, konzervatív kezeléssel, gyógyszerekkel, szemcseppekkel nagyon egyszerű módon gyógyítható a probléma. Ugyanakkor vannak olyan dolgok, amik kizárólag műtéttel állíthatóak helyre. A balesetekből eredő szemsérülések ilyenek, a szemhéjállási problémák, amik öröklöttek, szintén ilyenek, amikor egyes szaruhártya sérülések, perforációk, fekélyesedések ilyenek. Létezik a német juhász fajtában egy autoimmun betegség, ami az allergiához hasonlatosan, tehát az állat testéből kiinduló kóros reakciót jelent igazából. Ez is kezdetben még gyógyszeresen 100%-ban gyógyítható, később elhanyagolt esetben már csak műtéttel van lehetőség a látás visszaállítására. És hasonlóan lehetőség nyílik már a manapság arra. Az általánosi gyakorlatban is sokfajta olyan szemészeti eljárást vettünk át, vagy kezdünk meghonosítani, amit a humán orvoslástól tanultunk, és onnan neveztük át mind az eszközöket, mind az alapanyagokat, illetve magát a műtéti technikát is. Ennek egy tipikus esete a szürke hályog műtét. A szürke hályog az egy speciális fajtája a szembetegségeknek, mert nagyon-nagyon sokáig az állat békésen eléldegél, főleg akkor, hogyha az egyik szeme érintett csupán, a másik szeme pedig nem. És ezért nagyon sokáig nem is okoz a tulajdonosoknak komoly
problémát, hogy az állatnak szürke hályogja van. Ugyanakkor ennek a hátterében nagyon sok belgyógyászati probléma lehet, tehát cukorbetegség, pajzsmirigy problémák és egyéb endokrin problémák. Ez az egyik lehetőség, a másik viszont az, hogy még akkor is, hogyha az egyik szeme beteg csak az állatnak, a másik teljesen látóképes, és ő boldogan elél a kertben, vagy boldogan elsétál, és az életminőségén nem látszik rosszabbodás. A szürke hályogos lencse mindig dúzzadtabb, vastagabb, nehezebb, mint egy egészséges szemlencse, ezért a szemnek a belsejével mindig fenntart egy gyulladást. Tehát az több helyet foglal el, nehezebb, húzza a lencserostokat, és odament egy folyamatos lassú fájdalmat és egy folyamatos szép lassú sorvadást az egész szemgolyóban okoz. Tehát ezért a szürkehályognak az ellátása időben, még akkor is, ha lát az állat, akkor is magának a szemnek az épsége szempontjából kiemelkedően fontos. Lehetőség van most már arra hasonlóan az emberekhez, hogy egészen picisebből, mikrosebészeti eszközökkel, egészen szinte a varratok nem is látszanak, három pici öltésből magát az egész szemlencsét kicseréljük, egy műlencse beültetésére van lehetőség, amivel tényleg az állat teljesen látóképessé válik. A műlencse után abban a szemben szürkehályunk nem tud többé kialakulni, tehát a maga az lencse anyag nincs meg már, ami ezt újra el tudná indítani, és igazából így az állat fájdalommentes és látóképes lehet. Tehát a szürkehályó az már nem egy olyan öregkori betegség, amit már most el kell fogadni, hogy megvan, hanem teljesen orvosolható most már a jelen technikákkal. Önök a Kölcsei Televízió állatbarát műsorát látták. Állatival legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk, addig is vigyázzanak magukra és kedvenceikre. Viszontlátásra!